Köszöntöm a Trió TV nézőit, a Büki híreket látják, mai műsorunk tartalmából. Megújul a Knei Park Bükkfürdőn, már 10 éves a rekreációs tér. Langaléták, koncertek és jótékonysági főzés. Ott voltunk a Büki Majálison, megmutatjuk, milyen volt a program. Színes szalagok díszítik Bükk májusfáját, a hagyományokhoz híven a Kocsánháznál állították fel. A Punani Masszív koncertezett Bükkön, megkérdeztük őket a pandémia után, hogyan készülnek a visszatérő fesztivál szezonra. Idén újra kiosztották a Virágos Bükkért díjakat, 3 új családi háznál érdemelték ki az elismerést. Kedves nézőink, ez a mai kínálatunk, tartsanak velünk! Idén 10 éves már Bükkfürdő egyik kedvelt rekreációs tere, a Knei Park. A turisták számára vonzó, a testi-lelki feltöltődésre egyaránt alkalmas park. Az évek során többször adott helyet rendezvényeknek is. A jubileum alkalmából úgy döntött a Bükki képviselőtestület, hogy eljött az ideje egy nagyobb felújításnak. A taposó útvonal mellett a fűszernövényes kert is megújulhat. A Bükkfürdői Knei Park az elmúlt 10 évben csodálatos, testi-lelki feltöltődést szolgáló területté alakult. Fő eleme, ahogy a neve is mutatja, a Kneipp száraz taposó útvonal 510 méter hosszan. Alapját különböző méretű kavicsok, kövek, zúzalék, fenyőkéreg, toboz, faapríték és homok alkotják. A mezítlábas séta minden korosztály számára természetes felfrissülést kínál. A mezítlábas ösvény a Sebastian Kneipp német természetgyógyász által kifejlesztett egészségmegőrző módszeren alapszik. A lényege, hogy olyan ösvényt létesítünk, melyen más és más felületű anyagokat használunk, így stimuláljuk a talp különböző reflexpontjait. Olyan, mintha egy talpmasszázson vennénk részt. Jótékony hatása több tanulmány által is bizonyított. Például megakadályozza vagy javítja a lúdtalpat. Jótékonyan hat a vérkeringésre, az immunrendszerünkre, az idegrendszerünkre, és erősíti az izmokat, és megelőzi a vízszerek kialakulását. A reflex zónák masszírozásával az összes szervünket képes stimulálni, javítja az anyagcserét, az emésztést és a migrénre is jótékonyan hat. A bükkfürdői taposópálya most teljes egészében megújulhat a főszezonra. Knei Park az egy több mint egy évtizedes pálya, illetve park a fürdőn, egy nagyon kedvelt terület, egy árnyas terület, amit még a TDM szervezet segítségével, illetve annak a pályázati konstrukciónak a keretében megépítettünk. De hát ugye egy rendkívül gondozandó, munkaintenzív létesítmény, és hát erre időről időre kell fordítani gondot, hogy gondozott legyen, mert a legrosszabb, hogyha egy park az gondozatlan, és a turisztikai szezonra most mindenképpen fel akartuk készíteni ezt a parkot, mert az elmúlt egy évtizedben csak kisebb javítások voltak rajta, és az elmúlt 2 évben is járvány ideje alatt is esedékes lett volna már a felújítása, de akkor nyilvánvalóan az önkormányzatnak a bevételei, illetve másfajta kiadásoknak a szükségszerűsége ezt mindig arrébb tolt ezt a dolgot. Most viszont a képviselőtestület elhatározta, hogy bízva abban, hogy most már tényleg a turisztikai szezon olyan lesz, amilyen a járvány előtt volt, érdemes ezt a részét is a Bükkfürdő városrésznek kicsinosítani, és hát saját erőből, már nyilván felújításra nincsen pályázati forrás, saját erőből 16 millió forintot áldoz arra, hogy a teljes egészében felújítsa a Knei Parkot. Itt különösen a szegélyek drágák, ugye akácfa szegélyek vannak, azon lamentált a képviselőtestület, hogy ezt lecserélje valamire, de hát most fém szegély egy mezitlábas taposón az nem igazán lett volna jó, bár a tartósága az vitathatatlanul amellett szólna a fával szembe, de végülis a fa mellett döntöttünk, az teljes egészében ki lesz cserélve, ugyanúgy a taposópályának a borítása, és hát egyéb az itteni utcabutorok ugyanúgy ki lesznek javítva, és hát várhatóan június második felére elkészül ez a munka, és amikor igazából megindul a turisztikai főszezon, az júliustól számítható, akkor várhatóan a teljesen megújult park várja a vendégeket, és hát a helyieket, akik szeretnek ide kilátogatni.
Aknei parkban a taposó mellett több élményelem is várja a látogatókat. A gyerekeket például a természetes növényzetből kialakított labirintus. De már a bejáratnál is egy különlegességgel találkozhatunk. A kettő spirál elnevezésű térplasztika áttetszőségével, anyagának megjelenésével organikus tárgyat sejtett, érzékenyen utalva a DNS spirálra, molekulára, az élet meghatározó és kulcsfontosságú elemére. Az alkotás Nagy Csaba képzőművész munkája, aki azóta már újabb elemmel bővítette a park kínálatát. Egy taposókereket készített, amit a városrész kabala figurája, Toboz Otto inspirált. A térplasztika a természet és az ember kapcsolatát is szimbolizálja, és a kikapcsolódást a mindennapi mókuskerékből. Zeneszótól és jókedvtől volt hangos a Büki Művelődési Központ környéke május 1-én vasárnap. Kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat. A gyerekeket rengeteg játék, körhinta, ugrálóvár és a Langaléta garabonciások műsora várta. A felnőtteket a Pannon Cigányzenekar kamara együttese, este pedig a Big Mouse Band szórakoztatta. Az eseményen zajlott a jótékonysági főzés Ábelért, több mint 500 000 forint folyt be a becsületkasszákba. Idén végre sem pandémia, sem rossz idő nem szabott gátat annak, hogy május 1-én együtt mulassanak a bükiek és a környékbeliek. Sokakat vonzott a majál is, kora délután megtelt emberekkel a Művelődési Központ és környéke. Hát a hagyományos elemek mellett, hogy van bursli, van játszóház, van kézműves foglalkozás a gyerekeknek. A 13 órakor kezdett a színpadon a Pannon Cigányzenekar. Majd, hát itt már lehet látni, folyik Langaléta garabonciások vezetőjének, Gulyás Laci barátunknak az Egér Parádé című kis játéka, interaktív játékaként. Aztán a Langaléták jönnek kétszer még vissza, akkor már, ahogy megszoktuk, a hosszú lába. És hát a szomszéd várból érkeznek, Big Mouse Band. Akik hát örülünk, hogy végre tavaly szerettük volna, hogy eljöjjenek, most a majál is ők fogják zárni. És amit itt láthattok a hátam mögött, az pedig nem más, mint egy megmozdulás. 2019-hez hasonlóan Ábelért. Itt van. Egy jótékonysági főzést szerveztük, és hadd mondjam el, hogy én nekem nagyon-nagyon jól esik, hogy a gyógyfürdő, a Répcegolt Hotel, a civil szervezetek, evangélikus egyház egy emberként mozdult meg, és itt vannak, sőt, ugye hát kimozdultunk a város kereteiből, hiszen a végállomás klub szombathelye, a végállomás klub csapata is eljött főzni, úgyhogy azt gondolom, hogy a hívószavunk az elérte a célját, és 10 csapat főz finom ételeket, lehet jönni megkóstolni, lassan-lassan mindenki készen lesz. Ábel történetét talán már mind ismerik. A helyi kisfiú születésénél agyvérzés következtében idegpályái sérültek, legfőképp azok, melyek a mozgásért felelősek. Az életkörülményeinek javítása, a speciális szükségleteinek kielégítése, a kezelések mind jelentős anyagi terhet rónak a családjára. Ezért jött létre az Együtt Ábel Egészségéért Alapítvány, amin keresztül bárki támogathatja a családot. Így tettek most a civil szervezetek is a jótékonysági főzéssel, és persze a vendégek is, akik becsületesen beledobták a pénzt a becsületkasszába. Az esemény végére több mint 500 000 forint gyűlt össze. A végállomás klub és a gyógyfürdő csapata mellett főzött többek között a Sok Színpad Társulat, az Evangélikus Egyházközség csapata és a Büki Horgász Egyesület csapata is, akik mindenki meglepetésére erre az eseményre most nem halétellel készültek. Hát ilyen mindig is jó kapcsolatban voltunk a művelődési házzal, és úgy gondoltuk, hogy idén is csatlakozunk, mint ahogy 2 évvel ezelőtt csatlakoztunk a főzéshez. Mit főztök most? Marha pörkölt lesz. Hát sajnos nem hal, de bízunk benne, hogy ez is finom lesz. Nem indult még be a hal szezon? De beindult a hal szezon, csak ez elég komplikált lenne így megoldani ilyen rövid időn belül. A Sok Színpad Társulat egyik oszlopos tagja, a Csepregi Kovászolók vezetője, Tájmellé Tóth Mia. Így az ő ételük, a sólet mellé friss kovászos kenyér is került a kínálatba.
A sok színpad társulat is csatlakozott a jótékonysági főzéshez. Miért tartottátok ezt fontosnak? Egyrészt azért, mert Ábel apukájával én nagyon sokáig néptáncoltam. Bükiek tudják, hogy nekünk a néptáncos múlt, ez egy olyan visszatekintő dolog. Másrészt pedig azért, hogy tehát ez a jótékonykodás, ez szívügyünk nekünk is. Amit látjátok, itt van rajtam ez a kötény, ezt most kaptam. Én nem sejtettem, hogy ilyen kötényt fogok kapni, viszont nagy örömmel tölt el, hogy hát tényleg itt lehetek és főzhetek Ábelnek az egészségéért. Úgyhogy így álltunk mi is neki ennek az egész dolognak. Én megbeszéltem a társulattal, hogy ki fogunk jönni, főzni fogunk. Senki nem mondta azt, hogy nem fog velem jönni. Úgyhogy itt vagyunk és főzünk. Ugye Csepregi Kovászolók egyik oszlopos tagja, Time Elné Mia is itt van veletek, és hozott kovászos kenyereket is, így közvetve ők is csatlakoztak? Természetesen. Én kértem tőle azt, hogy ha már egyszer főzünk, sóledet főzünk, ami ugye kenyér, az kell, akkor ne vegyük már meg azokat a kenyereket, amiket lehet venni mindenféle kereskedésekben, hanem mutassuk meg, hogy a kovászos kenyér az egy olyan alapvető élelmiszer, ami fontos az emberi táplálkozásban. Nem az a fontos, amit megveszünk a boltokban, hanem ez a fontos, hogy kovászolt kenyér legyen, olyan lisztből készüljön, olyan adalékokkal készüljön, ami egészséges az emberi szervezetnek. Az evés-ivás mellett a mulatság sem maradhatott el a majálison. A gyerekeket rengeteg játék várta Toma és csapata jóvoltából, és a langalita garabonciások is szórakoztatták őket. Nagyon is te szerencsés, a lencsés, mézes, mázos, gírbe, gubba, kolbászok, ez is pittyes, arany, faszomántos, tekes, mákos, kacifántos, verőfényes, szép jó napot, kedves vigyájuknak! Látom, vannak azért néhányan, akik láttak már gólyalábos előadást, azt tudják, hogy ilyenkor lehet tapsolni. Na, ez, hogy más nyelvet beszél. Magasan tisztelt kurtalábú publikum, van szerencsém bejelenteni, hogy a langalét a garabonciások szétlevélet nyurgalábú komédiásain, nem az egy hajnalba felkerekedvén, átkértek hegyen völgyön, erdőn mezőn, ungon beheket, de még tökön passzuljon is, hogy ide bükre elérjenek a kedves közönség kenyeit keresve, akik meg sem mozdítják a fülünk bottyát se, még azoknak is, a kedves közönségnek a kedves kis kacsóit meg néha-néha tasra ingerelve. Köszönjük szépen! A felnőtteknek zenei élményt kínáltak. Délután a Pannon Cigány Zenekar Kamara Együttese húzta a nótát, majd este a Big Mouse Band koncertjével zárult a program.
Van még eladó leány Bükön, ezt hirdeti a Kocánházhoz felállított májusfa. A művelődési ház dolgozói és a civil szervezetek tagjai a város lakosságával kiegészülve állították fel május 2-án a szalagokkal díszített fát. Évtizedes hagyomány már Bükön a közös májusfa állítás, és idén végre újra életre tudták hívni ezt az eseményt. Hétfőn késő délután már legaljazva várta a májusfa alapanyag, hogy szépen feldíszítsék. A háncsolást a helyszínen végezték el a civil szervezetek erős férfiai. Mielőtt végső helyére került volna a fa, a vendégek színes szalagokkal díszíthették fel a tetejét, és természetesen a pezsgő sem maradhatott le róla. Bár arról gondoskodtak, hogy elég magasan legyen ahhoz, hogy ne tudják ellopni az italt, mégis sokan azt találgatták, hogy pár nap múlva ott lesz-e még. A Punani Masszív zenekar az elmúlt évtizedben sokakkal megszerettette egyedi recept alapján kikevert hangzás világát. Mára a hazai zenei élet egyik meghatározó áramlatává vált ez az eredetileg egzotikusnak számító mixtúra. Az élő hangszerekre, zenekarra épülő, magyarul előadott funk rockot, népzenét, elektronikus zenét ötvöző hip-hop. Létel neked, fel van át, üzzet vizet át, akkor aki felnél, de való lesz a vár. Akkor látsz a vár, ő akkor látsz. Érdeket megkültetem, mint saját ismered, mintha nem is ismered, mert ő a lelkismered. Hisz, mi más is lehetünk, csak csönd neked. Néma hangsúly, hiába fencsúly, tudod, annak akkor is szó. Belegyünk lélek, szikát, melyik ötök a szó, mint elmében úgy lélek. Csillom, mint az az úr, vigyázz rá, meg mielőtt az ösztönöd elmadód. Dan, nincs ér, hiszen tudod, hogy jártál, mikor megkísér a hibázat.
kísér, lekísér, hogy köszönöm, hogy néha megisér, saját magam csöngy a barátja, mégis sér, mert együtt kell a lényünkben, meleget vagyunk, kerünk egymással, ahogy is a nap nélkül, némára jövök, hajoltás, akkor nem úgy eszel, hogy szívedig rá, hanem ahogy akarod, ha magad előtt érben, akkor a több nincs. A járványhelyzet miatt a zeneipar majdnem 2 év leállásra kényszerült. Nem volt ez másképp a Punami Asszisz zenekarnál se. Több hónapos kiadás után álltak színpadra a Büki Majálison. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 2 év után is van tengernyi lehetőségünk, hogy feléphessük és járjuk az országot körbe. Nyilvánvalóan velünk is történt nagyon sok minden, újra kellett definiálni pár dolgot a fejünkben, de kipihenten, tisztán, nagy lelkülettel és elánnal állunk neki a most hamarosan következő koncertre itt Bükkön. A következő dal a Magyar Olimpiai csapatnak íródott, és ezúton is óriási meg tisztelet és megbecsülés ért az országot ilyen csodálatos sok szép éremért. Hát szóljon a zenekar interpretációjában néhány gondolat a sportról és a kitartásról. 3 csík, 2 karika. Nyugodtan át lehet menni a lesbis! Dobosít az, amit valamit elér. Ha tudom, kezd, amit felépítenél. Ha nekes a cél, legyen rendes a cél. Ahint lehet szerve szépen, térünk ebben szembeszél. Szabadok el, szakadom el. Beletik nyomja a szavakat el. Tudod, hogy ilyen az, amikor nincs. Tanulj meg ebben egy maradni is. Te mutatja a szerep alatt. Húzani belőled a bennet a dar. Rá! Hűlodunk rá, levegünk kérem. Van ez a számom, veletek kérem. Lassan beindul a fesztiválok szezonja. A zenekar reméli, hogy nem lesz visszaesés a közönség létszámát tekintve. Nem régiben lett törvényileg megengedve az, hogy nem kötött a kártyához az, hogy az emberek el tudjanak járni már nagyobb létszámú koncertekre is, úgyhogy ezt még nem volt annyira alkalmunk megtapasztalni, hisz ahogyan ön is mondta, nem régiben indult a szezon, de a fesztiválok igen meg lesznek tartva, de hogyha ez a beszélgetés mondjuk szeptemberben zajlott volna le, akkor már múlt időben tudnék róla beszélni, viszont nem vagyok jósasszony, így előre nem látok a jövőbe. A zenekar hogy készült így az újbóli visszatérésre? Sokat próbálunk, dolgozunk az új anyagokon, és jövőre leszünk 20 évesek, ami ugye egy hatalmas jubileum egy zenekar történetébe. Kiváltképpen Magyarországon, mert megélni ezt a hosszú időszakot azért az nagyon nagy szerencse is, meg hát nyilvánvalóan ez a közönségünknek köszönhető, hogy ennyire régóta velünk tartanak. Készítünk új lemezt is. Ha minden igaz, lehet, hogy többet is, nagyon-nagyon sok félkész dalunk van bent a fiókban, és már alig várjuk, hogy megmutathassuk a nagy érdeműnek. Bár a Covid megnehezítette a zenekar tagjainak a hétköznapjait, de az együttest ez nem törte meg. Iklet az volt, hogy befejezni be lehetett volna, nyilvánvalóan igen, de a Covid az minden ember számára egy olyan új dimenziót nyitott, ami azért megnehezítette a hétköznapi életet, és hát azért elsősorban az egészségre és a családra kellett odafigyelni, meg hát ugye egy olyan szituációba keveredett a világ, amit senki nem nagyon tudott definiálni, nem lehetett tudni, hogy meddig tart, és hogy mi lesz majd a végkifejlete, ez sajnos a mai napig sem lehet tudni, mert azért hatások vannak, de szerencsére minket ez nem tört meg, úgyhogy ugyanazzal a lelkülettel, mint 20 évvel ezelőtt, úgy fogunk felállni a színpadra ma is. Fencezzük le, amíg nem sügyedünk a víz alá, tudni magát az egyik, a másikra miért bízza rá.
2019 után idén ismét díjátadó ünnepség keretében adták át a virágos bükért elismeréseket. 46 díjazott mellett, aki a homlokzati plakettet már korábban kiérdemelte, három új családi ház kertje környezete nyerte el a zsűri tetszését, és ezzel az elismerést is. A Büki Városvédő és Városszépítő Egyesület a pandémia miatti kihagyások után idén ismét megtartotta a virágos bükért mozgalom eredményhirdetését. Tóth Gyuláné, az egyesület titkára, a mozgalom elindítója köszöntötte a megjelent vendégeket. Elmondta, örül neki, hogy egyre több rendben tartott színes kertet lát a városban. A megjelenteket először a büki ovisok örvendeztették meg vidám tavaszi műsorral, énekeltek, táncoltak. Majd kiderült, kinek a házfalára kerülhet fel a virágos büktábla. Prófuszvárkonyi Regina, akinek virágos kertjét a Tavasz utca 15 szám alatt lehet megcsodálni. Pauer Lászlóné, a Petőfi utca 24-es számú háznál alkotott elismerésre méltó kertet, és Király Lajos, a Kossuth utca 85 szám lakója érdemelte ki kertszépítő tevékenységével a díjat. Évente három alkalommal végigjárja a települést. Összképet kell, hogy alkossunk, tehát nem csak a virág a lényeg, hanem maga az épület, annak környezete, igaziból, vagy még az előtere is, az utcára kinyúló rész, az igaziból a legnagyobb érték, ha az utcán is megtaláljuk a virágokat, és természetesen az is szempont, hogy karácsonykor a karácsonyi aktuális díszítés, húsvétkor a húsvéti, és ez már olyan szinten megy a mostani díjazottnál, ez egy érdekes dolog volt, mert a sárga fa tojás alakúra volt már nyírva, hát szenzációs, tehát a nyuszikáktól kezdve, meg a karácsonyi világosításig minden bele tartozik, tehát egy év, januártól december 31-ig, legyen az tél vagy nyár, figyelembe veszük, hogy milyen egyedi ötleteik vannak, szépítő ötleteik, játékos ötletek, bármi, tehát ami szép és kellemessé teszi a környezetet. Mivel díjazták most a nyerteseket? Az a 46 nyertes, aki már rendelkezik ezzel a díjjal, amit ugye ki kell rakni, ellenőrizzük, ki kell rakni az ingatlanra. Ezen, tehát ők, ha megfelelnek minden éven, most jelenleg 5000 forintos vásárlási utalványt kaptak, amelyet be lehet váltani a helyi virágüzletekbe, és további szépítő virágokat lehet rajt vásárolni. Ezt Bükváros önkormányzata biztosítja az Egyesületnek, mert az Egyesületnek erre fedezete pillanatnyilag nincsen. Ezt viszont köszönjük. Hányan kaptak idén új belépőként ilyen táblát? Új belépőként hárman. Három ingatlan érdemelte ki azt, hogy feltehesse ezt a táblát az ingatlanára. Mióta díjazzák már a büki lakosokat ilyen módon? 2007.
2007 óta megy ez a díjazás, ez az akció. Volt egy időszak, mikor kevésbé, nem tudom, egy pár év, és akkor azért újra felvettük és újra indítottuk. Azt szeretnénk, ha most a város kategóriába Európa szintre emelkedne a város. Mert nagyközség kategóriában már egyszer volt második helyezett, és ha most minden elkészül, és a polgármester úr megerősít bennünket ebbe, minden beruházás, minden park, minden rendben lesz fürdőn is, akkor remélem, hogy egy sikeres pályázat lesz város kategóriába, és eljutunk Európa szintre ismét. Kedves nézőink, a Büki híreket látták. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Műsorainkat megnézhetik interneten a www.triotvdunantul.hu oldalon, és megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen. Viszontlátásra!